Hölgyeim és uraim, pillanatokon belül kezdődik a Kapsz egy füles legújabb adása. Higgyék el, ebben a műsorban bármi megtörténhet. Például az is, hogy eltüntetem a műsorvezető társamat. El. Vissza. El. Vissza. El. Vissza. El. Vissza. El. Micsoda két jóképű férfi, micsoda két Adonis, a két testvér, Magyarország két hivatásos mellédumálója, Sipos Tomi és Peti. Szép estét kívánunk, ez itt Magyarország véleményük szerint legszórakoztatóbb műsora, ha kapsz egy fülest! Műsorvezető társam, mellettem a szimpatikus, vékony Peti. És hát természetesen itt van vastag Tomi. Á, így van. Néhány szót a játékszabályokról. Hát nyomjad, toljad. Minden szelep fülébe elhelyeztük egy pici kis apró hangszórót, amivel mi utasítjuk őket mindenféle őrültségre, és amit mi mondunk, ki is kell mondani, vagy meg kell csinálni rögtön azon nyomban. Így van, ezzel kellemetlennebbnél kellemetlen helyzetbe sodorjuk őket, vagy éppen vicces szituációkba. Hát tessék csak elképzelni, amikor bekamerázunk egy akármilyen helyszínt, és oda egy járókelő gyanútlanul betéved, és egy ismert emberre találkozik, aki teljesen agyament dolgokat csinál. Ugyanis kamerák bárhol lehetnek, akár a szobasarkába, egy poroltó mögött, vagy akár egy varázsló cilinderébe. De hogy az életük ne legyen olyan egyszerű, egymást is fogják pontozni a feladatok végén, és ez a pontozáshoz mi is hozzáadunk néhány pontot. Úgyhogy... Hát én sokat nem. Hát mert így alakul ki a végleges végeredmény, meglátjuk, ki lesz a nap lúzere és ki lesz a nap győztese. Első sztár vendégünk ma a hihetetlen, a fantasztikus, akiről sok jót tudnék mondani, de semmi nem jut eszembe. Berki Krisztián! Magyarország popas kukaca, az önelégültség mintaképe, mi több az ideája. Berki, akarom mondani, a Berki Krisztián. Jó reggelt. Pálinkás. Felszisztent, láttad? Nehéz volt, felállatott, nehéz volt. Nehéz volt, de viszont megszorított egy kicsit felszisztent. Láttam. Bedurant a jattosa. Hogy szólítottál engem gyerekkoromban? Mikor szorongattam a nyakadat? Satu. Satu. Nagy Satu gyerek, bácsi. Csak hogy tudjad, hogy kivel szembe. Igen, ez volt egyébként a beceneved. Szándékosan ilyen kényelmetlen? Persze, igen. Hogy kényelmetlenül érez magad, mint ahogy a szituációban. Egyébként hogy emlékszel erre vissza? Kényelmetlen volt? Vicces volt? Milyen volt? Voltak olyan instrukciók, amit az ember így, igazából úgy próbálta úgy... Nem kellett volna aláírni a szerződést. Jaj! Nem csak te írtad alá, hanem egy olyan úriember is, aki ugyanúgy Tamás, mint én. Igen? Ugyanúgy van egy viszonylag hát tehetségtelen bátyja, énekes bátyja. De nem hiszem. Jó, vagy csak viccelek. Természetesen egy fantasztikus énekes, ő is, és a testvére is. Ő is vastag, én is vastag vagyok. Hölgyeim és uraim, Vastag Tamás! Vastag Tamás! Az énekes géniusz öccse, a vastagok legkisebb dalnoka, maga a magyar csoda, Vastag Tomi! Ez az! Csak nem, szerusz kérlek! Szerusz kérlek! Elegáns vagy, mint egy vámpír! Szerusz kérlek! Szevasz, Tomi! Hallod? Mi van veled, semmi? Hát mi lenne? Örülök, hogy itt lehetek. Hiányoztunk, gondolom, már. Nagyon, és... Direkt jöttél lassan? Ekkora tasma évek óta nem volt neked. Kiélvezem az utolsó percet veled az életemben. Természetesen egy harmadik főkolompos is van ebben a mai műsorban. A világhírű. A Magyarországon világhírű. A méltán népszerű. Méltán népszerű, a frenetikus, a fantasztikus. Aki a kicsoda ez? A Random Marci. A Random Marci. A zenecsatornák és műsorok szemtelen riportere. A feltörekvő médiacsillag. A finoman manófejű Random Marci. Mély tiszteletem, szevasztok. 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 Ja? Random Marci, ahogy hallottam. Tomika, Krizike, cső. Na. Jó hát. Jól, köszönöm el szépen. El fog múlni. Hamarosan. Teszünk róla, hogy elmúljon. Milyen érzés neked most egy ilyen nézett műsorban szerepelni most, hogy így eljött? Jó. Abszolút, nem, ez magas labda volt. Nagyon örülök neki, hogy végre akkor megismerhet az ország a Berki mellett legalább. De remélem, hogy nem lesz könnyű. Vigyázz, a madar a tolláról! Nem, az igazság, a Berkinek olyan a szerződés, a mellett álló, vagy mellette ülő két urat ki kell itt takarni. Csak egyedül látszik, most csak a hangotok hallatszik momentán. És sima, ez tök vállalható. Gyerekek, az első feladat rúttánc volt. Hát ez nem, nem egy férfias. Rúttánc edzés pontosabban, nem egy férfias utasvány azért. És ne egy ilyen himsoviniszta egyébként, ez nem csak női sportág amúgy. Miért van férfi?
sport is ebből? Hát, csak de egyébként úgy hallottam, hogy van. A Tobi már jár. De tűzoltók azok még, nem? Van ebben. Egy pár férfi sportolós van már ebben a rúdtáncban. Ha nem is táncnak hívek, hanem rúdakrobotika, vagy nem tudom miért. Mindenesetre pont ennél a feladatnál rajzódott ki. Az, nem, bocsánat, az a rúdugrás, amire én gondoltam. Mindig lejött a végén. Tehát a kedves nézőknek el kell mondanom, hogy ez egy olyan rúdtánc terem volt, amit mi előzőleg bekameráztunk. Ezt a három szimpatikus fiatalembert beküldtük oda, és ezek a rúdtáncol órára jövő hölgyek mit sem sejtettek abból, hogy ezek az ismert emberek mi a túrót keresnek ott. Tehát így indultunk neki a dolognak, úgyhogy kezdjük is neki, és nézzük meg a Tamás filmjét. Sokan azt gondolják, hogy a rúdtánc az egy kifejezetten női sportág. Higgyék el, hogy ez egyáltalán nem igaz. Szelebjeinket egy rúdtánc órára hívtuk, nézzük meg, hogyan boldogulnak ezen az órán. Mondtad, Györgyi? Gyere, pörögj, szűké! Nagyon ügyes vagy. Most úgy leszol, mint egy tele zokni. Hello! Hello, sziasztok! Szia, Gutyina Kinga! Én leszek a trénered. Na, akkor először kicsit bemelegítünk, jól csinálunk egy pár karkört, és... Óriási. Vegyél levegőt! 400 vegyes! 400 vegyes megót? Nem? Olyan volt. Énekeld a lambadat! Csajje puszikó, konyeszi japori kiszará! Fáradt, vigyázzon! Csajje puszikó, konyeszi japori kiszará! Én már be vagyok melegedve. Figyelj, már többet mozogtam, mint az elmúlt egy évben egyébként. Ennyi. Találsz ott fertőtlenítőt, az fújd le az asztalon. Fölmúzzuk magunkat. Hogy? És úgy ugorj meg. Hadd fújjam meg. Félek a bacillusoktól. Nem akarom, hogy... Attól ragadni fog nagyon a rúd. De ez nem az. A múltkor is a buszon elkaptam valamit a sok kapaszkodástól. Ja, muszáj, mert múltkor is már összeszedtem a buszon. Ajaj. Jó, akkor... Bocs. Ó, de mivel fogod letörölni? Egyébként. Törölgesd le a csajt, amelyiket lefújt, a törölgesd le, bocsánat, menj oda, törölgesd le. Tessék, biztos, hogy hey! Megcsör nekem a kérdezik. Köszönöm, Adi. Imádok spriccelni. Bocsánat, spriccel és a dilim. Ráragudjatok, imádom. Kiabált hangosan, én vagyok a spriccmester. Meg egyet, kettőt. Gyere, barát. Én vagyok a spriccmester. Azaz, most menj föl és marad, kezdjek kiabálni, hogy jaj, de szuper. Félek! Na most figyelj, meg fogjuk! Na, kinne le nem jövök! És most felhúzalám és lecsúszunk! Ah. Ne gyere, maradj még, amit tudsz! Nem segítsek! Valaki szedjen le! De figyelj, esküzem, hogy azért... Fogd meg a fenekemnél! Komolyan! Nem viccelek! Megfogják, vigyázz! Ez sikerült lejönni. Szuper volt! Na! Hogy előrébb szűvölcsönyöd, hogy jaj, de fáj! Nagyon csajok már legyen! Nem mások. Nem az, hogy járul. Neked megmerem azt, hogy jaj, de fáj. Gyere. Jaj, de fáj. Csúsz. Hát ez gyönyörű volt. Vedd ki a chipset és gondolt az örökére. De akkor énekelj nekik valami szépet, amire... Eszem is egy kicsit. Megéhez? Énekel, járom az utam, macskaköves utam. Macskaköves utam. Ajaj. Tömd el a szádott chipset, gyere. Csajok, akkor mi nézzük, ahogy ő eszik, mi meg rúgtáncoljuk. Kezded el irgalmatlanul, azaz, tolja. Jó, figyelj, most inkább edzünk tovább. Már tele van a szád épp eléggé. Kérem. Még, mehet még az, még. Gyorsan még, ne szívesen adod a neki. Elég a és most kezdeni nekem Singing in the Rain. Kérem szépen. Üvölcsön az állat. Hát ez így gyönyörű. Így nekem. Nagy mozdulatokkal. Nyomjad, üvölcs. Légy szíves, takaríts fel magadat. Kedd meg azt is, ha mehet. Nagyon szépen köszönöm. Jó, de az az... Három napokat. Így van. Na, csinálom még egy forgást. És közben énekel. Szédült, forgó, szédült, napra forgó. Szédült, forgó. Hasonlít. Szédült, napra forgó. Szép volt, Tomika. Gyerekek. Pontozzatok és indokoljátok is, hogy miért adtok ennyit. Jó, most is. Miért adtok és mennyit? Én... Marci. Szeretnék erre egy 6-ost adni, mutatom igen. Erre. Igen. Én az első produkcióra egy 8 pontot adnék, mert igazából csak azért, mert ez a kedvenc számom. Kedvenc számom. Tamás Pekki, a miénk meg a 6-os. De attól függetlenül nagyon jól szórakoztunk, és mindent megcsináltál, amit kértünk tőled, úgyhogy fantasztikus voltál. Marci, te következel, lássuk, na, nézzük, milyen kondiba vagy. Nézzük.
Köszönj hangosan. Hello-ka! Szevasztok! Hello! Hello, hát szia! Kinga! Árnyékolja, mint a Rocky. Boxolunk is? Jó! Pisidd le a rudat, mint a kutyák. Pisidd le! Mint a rudat, pisidd le a kutyák. Mindig megjelölöm a területemet. Nem, általában tudod, az, hogy mindig megjelölöm a területemet. Nagy kandúr vagyok ám én, nagy kandúr vagyok. Nem vagyok én tészta, mit kell itt nyújtani? Nem vagyok én tészta. De mit kell nyújtani? Tésztán mérnek ki vagy? Hát egy kicsit, igen. Fussál körbe, fussad, nyomjad, és utána engedd el, és napnál jegyet. Elrepülj. Jó. Hát így. Nagy volt a rendület, bocs. Ugye kicsit nagy lesz. Vedd elő azt a fertőtlenítőt, és kezdett törölgetni. A tükröt is fújd be, fújd a tükröt, és ha nem látod jól magad. Tükröt. Nem, annyira egyszerű. Megcsem a tükröt is, hogy ez jól lássam. Mindenképpen. Fújkád ész nélkül, nyomjad, és közben táncoljál, persze, legyen bénám. Nyomjad, ilyen lazán, úgy, ez az, nyomjad. Ti jöttök, ti jöttök. Mehet egybe mindenki! Az legyen a vége, hogy a gyerekkori álom teljesült. Köszönöm! Végre minden álom teljesült ezzel, csajok, imádom. Ennyi, együtt töröltük a ablakot. Köszönöm, szép volt. Kacsi, király voltál. Köszi. Utáltól is sokat, nem utáltunk. Legalább az ablak tiszta végén, a tükör tiszta lett. Zseniális ötlet. Bakancsban. Bakancsban. Én nem gondoltam egyébként, hogy ablaktisztításra is föl lehet szedni csajokat. Tehát ez nagyon jó ötlet. Hát ez így működik. Ha másképp nem megy, persze. Nem, hogy a 20-as éveid elején vagy, akkor ez így működik. Igen, igen. Már nem emlékszik rá. Nagyon rég volt. Hány pontot ér nektek ez a Marci produkció? Hát nem is 49. Na, jó sokat. Tudod, amit megbeszéltünk. Jobbak tetszett? Voltak a csajok. Nem, jobbak voltak a csajok. Én hatot adok, mert meg sem izzadtál. Azt mondtam, hogy törölgettem a homlokomat, mert megizzadtam. Persze, az a minimum, persze. Az a minimum. Na hányat? Mi? Adjunk még egy hatost. Hatot, mert megizzadtam. Mindenkinek hatost adtam? Igen. Nekünk csak ez az egy kártyánk van. Mindegyiken hatos van. És nem hát... néz kitalálni, hogy Krisztián filmje következik. Azért én már nem emlékszem semmire. Nem baj, mert most felelevenítjük a dolgokat. Meglátjuk, és majd felhívom a nézők figyelmét Krisztián fantasztikus szettjére, főleg a nadrágra. Szia, köszönjük neki hangosan. Sziasztok! Chris Rock vagyok. Hello, Chris Rock. Csá. Gyerekek, miért csináltok ezt vele? Alsógépállás, köszönjük. Nem. Feszíts is be mindjárt, és puszíld meg a bicepszed. Könnyen meghúzódnak. Herkules vagyok, egy állat vagyok. Egy állat vagyok! Herkules vagyok. Herkules! Csinálja, mint a Linda. Ja! Nem, a Linda. Volt az a Linda. Van Damme. Meg van Linda. J.C. von Damme. Lendvédésére, mint a Linda. Zsákot van Damme. Oké. Nehogy visszaadjam. Dobd le a cipőt. Úgy, dobd le azokat. Vágd oda oldalra ki. Na gyere, most már kell mászni ezt a rudat. Kérd. Mondtam el azt. Balettozzá. Ügy, lábujjhegyen, pipiskedjé, ez az. Na, így. Lalalala. Lalalala. Közben énekeld a bamboléjót. Bamboléjó, bamboléja. Bamboléjó, bamboléja. És próbálj meg elesni a hajrát. Sajátos vagy. Ugye ide, nézd meg. Nem volt rossz. Nézd meg meg. Na, a telefonodra vigyázz, mert aztán megéletlen. Igaz, jó lenni. Orángután, olyan, mint egy orángután. Nyomj egy Tarzant közben, nyomj egy Tarzant. Üvölts, mint a Tarzan. Úristen, ebből esés. Nem csúszott nagyon? Szerintem töröld le a rudat, akkor nem fog csúszni. Ez nagyon fájt. Kaszkadőr leszek egy filmben. Folyamatosan kaszkadőrködök, kaptam egy filmszerepet, és én tökéletesen szeretném megcsinálni. Pokoli torony. Ahogy le kell csúszni. Pokoli torony. Jó. Csúszok. Pokoli torony, az lesz a film címe. Magyarosítva. Berki a locsoló, az lesz a címe. Jó. Berki és a locsoló. Berki a nagynyomású tömlő. A nagynyomású tömlő. Az megvan nektek? Nagynyomású tömlő. Ha nincs meg... Ha nincs meg, majd meg lesz. Aki másnak vermetes. Igen. Meg tudom mutatni?
Hát, hogy fölmész, és eléget a combom. Meg tudják mutatni nem neked baj, a csajok, de tűzoltó eloltja. Majd eloltom a slagommal. Figyelj, nekem, hogyha a slagomat erre fordítom, akkor ez eloltam itt az égés. Az a baj, hogy fogja. Na mutasd, hogy fejjelek felé krucifixet. Fejjelek felé krucifixet. Fordított keresztnek hívjuk. Közelebb kell menni. Kérd meg, hogy segítsenek fölmászni. De segítsed el. 9-11. Hívásomban. Néno, néno, néno. Mondta, néno, 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 néno. Néno, néno, néno. Itt az emberek a csúszók. Jönnek a tűzoltók, már mindjárt itt vannak. Mindjárt itt vannak a tűzoltók. Na, akkor gyere, na, most megérkeztek a tűzoltók. Füstös, füstszagot érzek, tűz van, és vedd fel a szettet, kezdjél rohangálni. Nem érzik? Úristen! Berki vagyok a tűzoltó! A tűzoltó! Rász föl és lőjél! Lőjél, rász föl és lőjél! Fújjál, fújjál az a kalapajányzat! Fújjál a tükörre! Ne rájuk! Megfejtett mindenkit! Fűfa! Hát ez egy őrült! Hát ez egy barom! Hát apám! Szép volt. Kemény volt. Pontozni kell tényleg. Durva volt. Hát egy kicsit azért aggódtam, hogy őt meglátjuk a ludbörös tanyaszlét egy pillanatra, hogy kivillanni. Ebből a forró nadrágból. Én voltam az egyetlen, aki normális szuszba mentem. Ez a normális? Hát mibe kellett volna? Bakacsba, mint a marci. Fiúk, nektek hogy tetszett a Krisztián produkciója? Tomi, pont számilag? Igen, akár, ugye? Akár egyébként is. Szakmailag. Szakmai 9-est adnék rá. Hát a balett az, azért távol állt egy arabesk promenától, vagy egy attitűd szotétól, de nem volt rossz. Egyébként az érzésem. Marfi? Az van, hogy ilyen 8-as szeretnék adni, de csak a kalap miatt. Tehát, hogy az a Krisztián valami zseniálisan állt, az a tűzoltós isak. Neked ugye maga a beállás a legelején, az is óriási igen, volt, igen. Már az a szürreális kép, hogy Berki Krisztián terpesz beáll egy. Hát eleve nyújtott, lazított, ja, stretchinget. Óriási volt. Hát úgyhogy a nagy terpeszér egy 9-es. Nem sokára megyünk tovább a következő filmecskékkel, a következő fordulókkal, de előtte lehet, hogy elmegyünk egy picit reklámozni. Maradjanak velünk, ez itt még mindig a Kapsz egy fület! Már is itt vagyunk a reklám után, de nézzük meg, hogy hogy állnak a pontok jelen pillanatban. Magyarország férfi rút táncosai a következő pontszámokat tették magukévá. A rúdon. Az első játék után tehát Tominak 20 pontja, Marcinak 21 pontja, Berki Krisztiánnak pedig 26 pontja van. A következő feladatunk az volt, hogy nektek be kell öltözni bűvésznek, és ezt elhitetni a nem túl nagy létszámú közönséggel, hogy ti valójában kezdő ugyan, de egész ügyes bűvészek vagytok. A csavar még az volt benne, hogy hívtunk. Hát, ugye hívtunk hozzátok egy bűvész asszisztens is, aki frankon egy állásra hirdetésre jelentkezett mellétek asszisztensnek. Ugye nem tudta, ki mellé jön, de érkezett. A közönség ugye nem volt beavatva természetesen, mint egyik alkalommal se. Úgyhogy nézzük meg rögtön először... Tamás filmjét. Szereplőink a következő percekben bűvész asszisztens keresnek. Mert ha ez a trükk most nem sikerül, akkor én holnaptól már nem vagyok. Márpedig ez a trükk nem sikerül. Szép napot kívánok, szervusztok! Szervusz! Először is köszöntök mindenkit, szeretném bemutatkozni. Mindenkit szeretném bemutatkozni, Vastag Tamás vagyok, köszönöm szépen, hogy megjöttetek, én fogok nektek ma különböző trükköket mutatni. Mutasd be a melletted álló úriembert is. A melletted álló úriember pedig a segédem lesz. Keresse egy kisebb paklit, ott van, vedd elő. Mutasd meg ezt a paklit. Gondoljon az egyik meg, kártyára nagyon erősen. Nézzétek meg, gondolj egyre. Nem is kell kihúznod, csak gondolj rá. Kérd meg az asszisztens, hogy a mögötted lévő fényképet tartsa mögötted föl. Hogy a mögöttem lévő fényképet azt tartsd pont mögém. Pont közvetlen mögém. Pont közvetlen mögém. És... Megvan, mire gondoltál? Mondd, hogy igen, én is gondolok egy kártyára közben. Én is gondolok egy kártyára közben. Nagyon igen, erősen gondolom. Kérek, hozd mögém, igen. Kérek, hogy hozd mögém. Emeld föl és lengesd jobbra-balra. És lengesd kérlek jobbra-balra, csak az illúzió kedvéért. Igen, kérd meg az embert, hogy nagyon lassan, de nagyon hangosan. Nagyon lassan. Mondja ki a kártya nevét, amire gondolt. Ki a kártya nevét. És te egyből vág rá. Fantasztikus, én is arra gondoltam. Mondd ki. Fekete ötös, én is erre gondoltam. Na, milyen vagyok? Na,
Na, hát milyen vagy? Indítsd el a kártyakit köpőgépet. Én azt kérem tőletek, hogy mondjuk, higgyük el azt, hogy ez valódi mágia, amit történik. Most lesz a mágia. Figyelj! Na mit szok? Na ez! Gyere, ez nem mágia, akkor semmi. Kérd meg, hogy álljon föl az asztalra, mászon föl. Állj fel oda. Állj fel ide. Aha. Add a kezébe rongyot. Úgy álljon bele, ott álljon meg. Figyelj. Háttal a közönségnek. Figyelj, háttal a közönségnek, kérlek. Add a kezébe rongyot, takarjon el téged. Arra kérlek, hogy most takarja el engem. Lógassa le. Tudod, így lógasd le elém. Rázogassat, kérlek. Rázogass, kérlek. Menj le négy kézzel, és mint egy kutya, menjél ki oldalra, menjél ki. Így jó. És figyelj, tartsd. Számolj tízig. És utána dobd le a földre. És te kezdjél, már most kezdjél kimenni. Hangosan számolj. Óriási. Pa-dám! Na, gyerekek! Köszönöm szépen a tapsotát! Segíts le, mint egy csinos. Neked nagyon szépen köszönöm, gyerekek! Fantasztikus vagy. Megismerettél. Örülök, hogy megismerettél. És fel vagy, hogy abszolút. Hát így eladni, gyerekek! Mágikus volt. Mágikus volt. Én azt gondolom, nem árt több lábon állni, nem? Hát az énekes nem jön be, vagy esetleg ilyen énekes. Hát ez szerep. A mester, a mester, a mágus. A mágus. De ugye az összes működött. Működött mindegy. Mindegy, abszolút, persze. Sehol nem volt. Ott volt a függöny mögött, nem volt ott. Nagyon vicces. Tényleg jó volt. Na, pontozzuk meg. Hány pont? Mennyire volt szóra? Odaadod, légy szíves? Persze. Már így odaadom. A tízes nem tudok adni, mert az csak én vagyok. Én azért 9. Hogy nekem tényleg azért 9, mert hogy örülök, hogy megismerhettél. Igen, hát természetesen. Kedvenc. De ez a való életben is így van. Nem, hát a fülemre mondtál. Ja, persze, én is azt mondanám. Hát nekünk azért 9, mert a 10-es a Berki. Ugye még nem láttuk, hogy mit csinál, de hát együtt. Szóval a király volt a lapám. De most nézzük meg akkor a Marcit, hogy ő milyen mágus mesterbűvész. Tehát néhány szó magamról, Miskovics Márton vagyok, kettő éve foglalkozom bűvészkedéssel, most szeretnék komolyabb szintre lépni, tehát azért keresek asszisztens, egy picit komolyabb szintre lépjek. Önöket arra kérem, hogy zsűrizzék a produkciómat, véleményezzék majd a végén. Kérlek titeket csak... majd, hogy véleményezzétek a produkciót, meg zsűrizzétek, úgyhogy nyugodtan egyébként jó-rossz kritikákkal egyébként egyaránt kezdhetjük. Vegyék egy rongyot onnan, vegyék egy rongyot, mert ott egy melltartó, és azt tedd a szemed elé. Vedd le a kalapot, Meg kell, és azt félreteszem picit. Abba takard el a szemedet. Íme ez a nagy melltartó. Eltakarnám a szememet most. És simán körbe megyek az asztal körül, hogy nem hibázok egyszer se. Simán körbe megyek. Simán. És simán körbe megyek az asztal körül úgy, hogy a szememben marad. Köszönöm szépen. Simán végig megyek így. Hopp. Karikákkal csinálj egy brüvésztüköt, ott van a földön. Vannak nekem karikáim, rájöttem közben. Tudok ezzel egyensúlyozni. Talán nem fog most a következőre, hopp! De ezt még gyakorlom egy picit. Jaj. Ezt még gyakorlom egy picit, de viszont van ez a... Nyomd össze a szemük láttára. Nézzék, összenyomtom a botot. Nézzék csak. Na most, és akkor mi történik? Voilà! Köszönöm szépen a tapsot. Na jó, mi legyen most, mi következzen, mit nem lőttem még el? A cilinderben van madzag. A cilinderben van egy madzag ott a földön. Vedd ki a madzagokat, vedd ki. És kérek szépen két embert, mármint, hogy még egyet, hogy kettő segítőre lesz szükségem, bárki. És ugye az asszisztens, hogy még egy ember. Nagyon szépen köszönöm. Fontos dolog most az, hogy kezdjétek csak el ezt pörgetni. És én csukott szemmel átugrok fölötte. Hopp, ne ilyen gyorsan azért. Jó, és akkor átugrok csukott szemmel. Hopp! Majdnem sikerült. De ezt a kötelet én el fogom tüntetni. Na, köszönöm a tapsot, hát köszönöm szépen. És akkor ez már nincs is itt. Jó? Csiribú csiribá. Hova tűhetett? Most vedd le a cilindert a fejedről, úgyhogy van, hogy a fejedről köptél. Igen. Megvan a kötél. Mély meglepő. Megvan a kötél. Bravo. Kicsit hajolj meg szépen, és menj ki a függöny mögé. Jó,
A belépőért remélem, hogy mindenki megkapta, amit szeretett volna. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek. Találkozunk Las Vegasban. Legközelebb Las Vegasban. Szervusztok, sziasztok, szevasztok. Maradj a függöny mögött, maradj a függöny mögött. Szaladj vissza és hoppá! Hoppá! Ho-ho! Itt vagyok azért. Eltűntem a függöny mögött. Magamat is eltüntettem egy pillanatra. Magamat is eltüntettem. Még egyszer, próbáljuk ezt meg még egyszer. Van egy ilyen eltüntetős trükköm. Ho-ho! Hát szerintem van még egy-két éved a Harry Potter képzőbe, amit még el kéne végezni. Nem tudom, mire gondolsz amúgy. Élvezted egyébként közben, amikor... Nem, borzasztóan éreztem magam. Tehát annyira kellemetlenül még soha nem éreztem szerintem magam, mint abban a negyed óra 20 percben. Nézzük meg pontszámokban. Érjen meglepetés. Nézd, lefelé hajtogatja. Ez egy varázslat. Hűha. Szigor van? Hűha, úgy látom, igen. Krisztián beszigorodott. Hát akkor, de akkor indokolni is kell. Krisztián, akkor legyen kedves. Egy 8-as. Egyes. Mutatom a tapsod, így kell tapsolni. 18. Én abszolút megvoltam róla győződve, hogy a Marci legalább egy nyulat elővarázsa. Tomika? Sokkal többet vártam. Pontszám? 8-as volt. Köszönöm, Tomi. Tudtam, hogy rád számíthatom. Hát igen. Nekem mindegy. Én nagyon jól szórakoztam. Tehát nekem is, egy 6-os. Nagyon jól szórakoztam, 6-os. Köszönöm szépen, köszönöm. Hát Krisztián, te egy kicsit az erőgyakorlatok felől közelítetted meg a végén, azt hiszem. Szörnyű vagy, gyerek. Tehát én életemben ilyen rosszul nem éreztem magam. Krisztián, most gondolj bele, amikor az emberek meg téged néznek nap, mint az emberek. Ezt nézd! Nézzük meg Krisztián! Jó reggelt! Foglalk helyet! Sokat bűvészkedtem gyerekkoromban. Igazából folyamatosan bűvészkedtem egész gyermekkorom óta. Például eltüntettem az egyeseket az ellenőrzőből Radirral. Ha-ha-ha-ha-ha! Nálam ugye az volt a legelső, hogy az ellenőrzőbe el kellett tüntetnem az egyeseket. Meg néhány milliót. Aztán később ugye hatóságokkal szembe kellett némi számokat eltüntetnem. Ez is sikerült. Vegyél a nagy kártyát, a nagy kártyákat vedd elő, a nagy kártyákat. Vidd oda a nézőkhöz. Nem tudom milyen kártya. Vidd oda a nézőkhöz. Tartsa a nézők elé. Az asszisztenst arra kérem, hogy a választott lapot, azt tartsa folyamatosan a nézők elé. Picasso, jó. Hirtelen üvölts hátra. Picasso! És Picasso! Na ugye. Most dobjál fel, ott a bőrönből egy pár rongyot dobjál fel az égbe, egy rongyot. Jó, most egy párat tartsál meg. Még. És már! És ez is jön! És az is! És van! És még egy! Mennyi még van? Egy, és legyen fog meg! És az utolsó, mondd ki a színét! És a zöld. És mindig az utolsó az zöld. Gyömöszöd be a tenyeredbe, tudod, hogy egy ujjal így gyömöszöd úgy, és így tömköd. Kérd meg az asszisztens, hogy fújjon rá. Egy picit nagyon szívesen az asszisztens. És amikor ráfúj, ejtsd el, és utána szép lassan nyisd ki a tenyeredet. 8-at fújjál rá. Kicsit lejjebb a kezedet, Úgy, jó? 8-at. Nagyon jó. Ne! És itt a fontos a 8-as vagy. Te vedd magadra azt a fehér leplet, takard be magad a fehér lepellen. Ott van jobb kezed, ledobtad a földre. Takarod, mint egy ilyen szellem, úgy nézzék ki. És kérd meg őket, hogy gondoljanak egy kártyára. Mindenki gondoljon egy kártyára. Na most jön az a dolog. Mindenki, gyere előre. Mindenki gyere gondoljon előre. Egy kártyára. Kitalálom, mi lesz az a kártya. Ki fogom találni, hogy ki milyen kártyára gondol. Kérem önöket, hogy amikor azt mondom 1, 2, 3, akkor hangosan mind a négyen kiabálják be a kártya nevét. 3-ra. Mindenki kiabálja be hangosan azt a kártyát, amire gondol. És abban a pillanatban, amikor ők elkiabálták magukat, te azt mondod, én is arra gondoltam, és ledobod magadról a leplet. 1, 2, 3! Én is arra gondoltam! Fantasztikus! Ez is megvan! Ott vannak a láncok, meg a bilincsek, kérlek, hogy kötözz meg vele. Ott van az a lánc. Gyere, légy szíves, kötözz vele. Tekerje köréd. Tekerd rám. De erősen. És közben énekelt, hogy lánc, Eszter, lánc, Eszter, lánci, cérna. Lánc, Eszter, lánc, Eszter, lánci, cérna.
voltam. Kérd meg a közönséget, és ők is énekeljék. Önök is. Eszterlánc. Kérd meg őket, számoljanak háromig ismét, és te irgalmatlanul kezdjél szenvedni, dobáld magad, de ne szabadulj ki, csak ott bénázzál a vele a lánccal. Mindenkit megkérek akkor, hogy háromig számoljon el közösen, és akkor utána ki fog szabadulni. Egy. Hangosan együtt. Kettő. Három. Vergődj, biztos, mint a büdös borz. Kezdje vergődni, biztos, mint a büdös borz. Biztos, még egyszer három. Szenvedjél nagyon. Nagyon szenvedjél. Ne sikerüljön, ne sikerüljön. Dobáld magad, mint egy állat. Hemperegi, hemperegi. Nikolett, csomagoljon ki. Nikolett, csomagolj ki. Csomagolj ki. Ráléptél a lábomra. A kezemre. Állj föl, hajolj meg is, köszönöm meg a figyelmet. Viszontlátásra. Köszönöm a figyelmet, örülök, hogy eljöttek. Köszönöm szépen a figyelmet. Ábrakadabra! Hát Istenem. Jaj, mágus, mágus, elesett a sánta. Hörömpő cirkusz világszám. Hát a szabaduló számon. Figyeljetek, ez ellenem, ez... Figyelj, ez egy nagyon falunapos volt. Tényleg látjuk, hogy a Krisztián... De várjátok, lehet, hogy egyébként beépítem majd a műsoromban. Szerintem jót tesz neked ez. Az emberek azt fogják látni, hogy van humorod. Ne! Elképesztő egyébként, én se találok szavakat, inkább pontoznék. 8 természetesen, mert ugye 7-nél nem működik. Nagyon jó megfigyelő vagy. Tomika, te már mondtad, ugye? Hát nem mondtad? Akkor nem. Akkor. Akkor nálad is. Itt meg működik. Nálunk viszont nagyon működik. Működik. Én azt nem értettem, hogy nem jött le az a fehér lepel a fejedről. Elakadt valami besült. Besült, az igazából igen, úgy tűnik a heftig belelakadt. Pedig a marconásodtal nem értem, hogy jól akadtak. Hát ez pont. Pedig nézzétek, hogy állnak a pontok. Pontokat szerezni könnyű, na de azokat eltüntetni. A második forduló után Tominak 47, Marcinak 36, Krisztiánnak pedig 49 a pontja. Fiúk, most jön a kedvenc részünk. Viszont mi sajnos nem voltunk ott azon a helyszínen, ahol ti egymást úgymond szivattátok. Meséljetek róla egy kicsit, mi nem láttuk még ezt az egészet. Mi történt ott pontosan? Egy könyvtárban voltunk, igazából a Krisztiánkról egy idegen terefordulás. Soha életében nem járt ott, nyilván ez már szürreális amúgy. De ezen túl már gyakori lesz, ugye megbeszéltük, hogy mostantól már. Igen, ott fogunk találkozni ezen túl. Tehát a kedves nézők is tudják, hogy miről van szó. Ezeket a drága embereket elküldtük egy könyvtárba, ahol már természetesen jó előre bekameráztuk az egész könyvtárat, be volt mikrofonozva minden, úgyhogy ők bementek, és ott aztán tették a dolgukat egymás utasításának hatására, úgyhogy nézzük meg akkor, a Vastag Tominak milyen volt az első. Sokan azt gondolják, hogy a celebek nem valók a könyvtárba. Ez nem igaz. Ezek olyan okos gyerekek, ezek máshova sem valók, csak oda. De voltam a könyvtárban? Persze, ott a hosszú lépést adják, nem? De az egy másik könyvtár, azt is szeretem. Jó, mondjuk. Tudom, hogy csöndbe kell maradni, dolgozni, nézegetni. Figyelj, én a Berkiből nem nézem, hogy életében is járt meg könyvtár. Sőt, hogy még egy könyvet sem olvasott. És se nagyon. Na nézzük meg, hogy boldogultak egymással. Tüsszentse egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyot. Vágd le a könyvet, állj fel, és egy másikat válasz ki. Tép ki a lapot, és írd alá, és írd rá a telefonszámot, a tiédet, vagy aki a koncertre bukol, azt a telefonszámot írd rá. Tép már ki, te nyúl! Adok kölcsön 4 rongyot, tép már ki! Akkor egy újságnak, ami van. Jó, arra írt fel. Vastagon is írt. Vastag koncert, alatt a telefonszám. Házi buli, nagy koncert. Csippendél show. Mutasd a lapot feléjük. Mutasd. Nézd a csajt. Ez az, nagyon jó. Tartsd. Jó. Most menj oda, hogy, és annyit mondjál, nagy a baj, válasszátok ki, mit akartok. Suttogva. Nem tudom, tudtok-e segíteni, nagyon nagy a baj.
tudom, még az új profilomon gondolkozom, és hogy szerintem melyik lenne az igazi. Vagy a szempontból. Csipelés. Nem? A Daházi buli. Egyik se a legjobb. Szerintem még lehet rajta csiszolni. Lehet még? Szó nélkül ülj le. Olvasás, ami neked úgy sem megy, azt folytasd, légy szíves. A popcornt úgy nyisd ki, hogy olyan határozottan tépsz szét a zacskót, hogy szétszorodjon ott nálatok az asztalon. Ne szólj hozzájuk. Tépsz szét. Húzzad, és úgy, hogy széthújjon az asztalon. Húzzad. Ups, hup. Hoppácska. Tudok egy Bocsi, az nem. Meg nem. Nem. Amit akarsz. Legalább ma se kell takarítónőt hívni. Legalább ma se kell takarítónőt. Uncogás. Sétálj körbe, és nézd meg jól mindenkit. Add oda a könyvet a kockásnak. Rád fér, csak ennyi. Rád fér. Nézd meg, nagyon jó könyv. Kezdj el hintázni a széken, és essél hátra, vagy essél el. Jó, persze, kösz. Sose jobban. Hintáztam, és nem volt talán. Ja, kösz. Ezért mondták a suliba, hogy ne hintázzak. Bocs. Van az üres asztal, a kólát. Tedd oda, bonts ki, dobjál bele egy cukorkát, és gyere onnan. Ne szólj semmit. Vidd el a kólát a másik asztal. Ne beszélgessél velük. Vidd el a kólát a másik oldalra. Nyisd ki. 3-4 darab cukrot egyszerre dobjál bele, és ülje vissza. Csináld. És gyere onnan. Gyere onnan. Gyere ki. Ciao. Hagyd ott, gyere ki. Ez nagyon rohadék, ez a csávó, Berki, ez nagyon rohadék. Hát, de sokkal szemetebbek mutatok, mint mi volt. Na. De nagyon jó volt, nagyon jó volt, te meg nagyon bevállalod. Hát gyerekek, én már nem tudom, ti hogy vagytok vele, de már értékelés van. Készítem a pontokat. Én is. Értékétek saját magatokat is. Krisztián, értékeld magadat. Tomi, nagyon jó. Én az már nálam van. Ja. Most te 9-et. A Tamásnak egyaránt 10 a produkcióra, már nevezhető annak. Meg hát magunknak is, mert kellőképpen szemétládák voltunk. Teljesen egyetértünk úgy a szereplőnek, mint a súgoknak egy bravo. Óriási tízessel. Korrekt, pacsi gyerekek, ennyi. Itt kezd nyomni. Egyszer elérzékenyülök. Hát fiúk, nekem végén van. Elmegyünk egy picit reklámozni, nem maradjanak sehol. Mi sem megyünk sehova. Ennyi. Újra itt vagyunk, ez megint a Kapsz egy fülest. Fantasztikusan szórakoztunk, nézzük meg Marci, hogy viselkedett a könyvtárban. Csak olvasd most nyugodtan. Valaki, vedd el a chipset.
Közben kezdj el vakarózni, mintha viszketnél. Nyakad, a nyakad viszket, nagyon. Megcsivett volna valami. Mert előjött az allergiám. Hangosan mondd, hogy lehet, hogy a terembe kellett volna kezdenem könyvtár helyett. Lehet, a terembe kellett volna kezdenem könyvtár helyett. Minden. Tedd rá a táskát a székre, a csávó mellett, ami van szék, arra tedd rá a táskádat, és húzd közelebb a csávóhoz. Most ki, ami van nád innivaló, most ki. Színi a kólába, akkor egy pillanatnyi Boris ki egy kicsit az asztalra. És kiállt fel, hogy jaj. Nincs valakinél papír zsebkendő, vagy valami, mert sikeresen ráborítottam. Micsoda? 20 000? Haver, simán, jöhet. Mondjad neki, pedig úgy nézel ki, mintha nekem kéne kölcsönadnom neked. Azt hittem, hogy nekem kell kölcsönadni nektek. Nem? Jól megy? Jól megy nektek? Ennyi, az a lényeg. A lábaddal húzd oda a széket, amin a izé, a táskádban. A lábaddal húzd oda, vagányba. Most told vissza. Oké, és így megint húzogasd. 3-4-szer. De vegyél ki belőle valamit. Nem, még ne. Húzd el. Menj oda a melletted lévő asztalhoz, és tedd fel a széket az asztalra. Mi tőled balra van az asztal meg szék. Tedd fel. Csak segítek pakolni, mert mindjárt vége van. Segítek, mert mindjárt vége van, aztán a tanároknak. Segítek kicsit pakolni. Menj el a csávó mögé, a két gyúros mögé álljál be, és vegyél le 5 darab könyvet, és hozd oda az asztalodhoz. Közben nézed őket. Ne szólj neki. Ahogy leülsz, ess el. Menj ide ez a fehér furcsa, és vedd el tőle a könyvet, ami a jobb oldali könyvet, hogy amúgy erre még szükséged van, mert elolvasnám. Amúgy ez még kell neked? Még kell, ha. Igen? Mert elolvasnám. Jó, így jártál. Így jártál. Hagyd nézzem már meg. Így jártam, és ha jönnek lányok is, inkább csajoz. Menj oda a csajhoz, kérd el a szemüvegét, hogy valamit nem látsz. Fölvennéd egy pillanatot, hogy el tud olvasni. Picit kölcsön kérhetem a szemüveget, nem olvasó szemüveget, csak kis betűkkel van. Megnézhetem? Csak belenézek, bocs. Hú, ez nagyon rossz. Még rosszabb. Ez nagyon rossz. Nagyon rossz, bocs. Jó. Köszi, azt hittem, hogy jobb lesz, de... Kérdezz meg, hogy a tejszabot szereted? Tejszabot szereted? Tejszabot amúgy szereted? Szereditek. Van nálam. Nem? Van nálam. Hoztam magammal. Vidd oda. Chipset. Fújj rá egy szelet chipsre a tejszínabot. Itt szoktam enni. Mutatom, kedvenc. Ugye. Így. Fogod. Kicsit kifújt. Add oda neki. Add neki, hogy kóstoltasd meg. Majd. A kedve miért? Ugye? Próbálnál meg. Legjobb, megőrülsz. Megőrülsz, olyan jó. Megőrülsz, semmi. Nyugi. Új fogyókúrás módszer amúgy. Valaki? Nézzetek rám. Hopp, csupa fehérje. Nyomjad, papa. Csupa fehérje. Csupa fehérje az egész. Hú, gyerekek, ez nagyon szemétség volt. Aljas volt a Tomi. A Tomi aljas volt. Majdnem ízek a Nem, én kifejezetten visszafogott voltam. Krisztián. Én a Marcinak 8-at adnék, de csak azért, mert a Tomi szerintem most gyenge volt. Visszafogott voltam. Visszafogott volt a Tomi. A Tomi hibáit a Marcira vetített, nagyon szép tőle. Jó, akkor mi a ti hibáitokat a Marcira vetítjük? Szép. Tomi, mennyi? 8? 8.
8-8-8. Vagy 9-9, bocs, 9-9. Ó, várj, 9. Lehet a számokkal úgy is gondolom. Akkor vegyél vissza egyet. Én azt hittem 8-6. Akkor csak 5. Na, hát akkor nézzük meg, hogy Krisztián. Nézzük meg Krisztiánt utoljára. Kicsit szív meg az orrod, mintha lenne benne takony, és tudod, szív vissza. Ezzel kezdett egy ütögetni az asztalt, tudod, mintha dobolnál hozzá. Egyre hangosabban. Szóval jó hangos, aztán hogy csap egyet, és csukd be a könyvet. Egy hangosat köhögél. Vedd elő az élelmiszert. Az almát kezdem majd ilyen nagyon hangosan. Jó hangosan. Csámcsogj. Tüsszents egyet és repüljön ki a szádból az alma. Vagy nem tud. Nem tud tüsszenteni, értem. Akkor csak essen ki a szádból az alma, ha nem tudsz tüsszenteni. Hát, nem tudsz tüsszenteni, mi? Azt akartad megírni. Véletlenül akkor rúg be az asztalba, amilyen felállsz úgy, de egy ilyen elképesztően jött, hogy állsz fel, rúg be az asztalba. Próbáld meg eltállni a legyet. Keresd a legyet. Azt látom, hogy a fehér pólós csaj feje fölött van a légy. Tehát valahol ott lehet. Picit hadonászál ott. Nagyon jó, figyeld a csajt, figyeld, és ilyen lassan lopakodj oda, és próbáld meg leütni, vagy elkergetni onnan. Inkább egy méhecske van ott. Mint ahogy légyhez beszélni, hogy menj már ki innen. Fújsd fel azt a papírzacskót, amivel a legyet vadásztad, és durrasd ki. De jó, jó nagyot szóljon. Elnézést, exhumálom magamat. Az jó. Exhumálom magamat, mondd meg. Elnézést, exhumálom magamat. Mondd meg, exhumálom magamat. Vagy használtad a disztingválás szót is. Elnézést, disztingválnom kell. Elnézést, csak nagyon kilóg a dialektusom. Az is jó. Muszáj bemondani. Csámo, csámo! Az jó, dob bele. Dob bele, dob bele, menni fog, dob bele. Menj, így sétál a chipszel, így egyel a chipszel sétál, és vértnő majd önts le vele valakit. Menj egy kicsit a jobb oldali srácot, öntsd majd le. Így jó lesz, így jó lesz. Öntsd oda.
Majd a végén csak lazán, hogy hopp, bocs. Berki, nyuszi vagy? Nem mered leönteni. Nyúl vagy. Berki, te ezt megteheted. Hát azért a Berkitől ennél többet vártam. Na, ösd le, vagy csak dobd oda, vagy valami. Berki, nyuszi vagy? Jaj, ne haragudj. A hatékony hallgatás akadályai. Gyere, nyugodtan meg vagyunk, nagyon jó volt. De bírtam, hogy percekig nem bírta a röhögést abban. Az zseniális volt. Semmilyen. Ugye, azt, persze mi is azt hittük, hogy elveszítettünk. És ott tényleg az, hogy röhögtem, tehát sírtam, röhögtem. Igen, ott elment. Új kulcsszó lesz az, hogy nyuszi vagy, Berki. Nem mered megcsinálni. Pontokat kérjük. Tíz. Nálunk egy óriási 10-es. És ezzel ki is alakult a végeredmény. Hamarosan eredményt hirdetünk. Lássuk, hogy állunk a pontozási táblán. Könyvtárba hangoskodni tilos. Ide olvasni, fejlődni, művelődni járnak az emberek. De a pontszámok így alakultak. Tominak 76 pontja van, Marcinak 58, Krisztiánnak pedig 79! Eredményt hirdetjük, kérem szépen! A két győztesünk, mert ugyanállom nincs második helyzet, csak két győztes. És tudni illik, hogy mi illik? Hogy tudjátok, hogy mi illik egy illettankönyv, a Krisztiánnak és a Tamásnak, és hát ebből éles kollégával kikövetkeztethető. Korábban sorabtam soha könyvet. Marci lett az utolsó, akinek viszont ti a fejére a csipszet. Te a végre az övére. Önöket pedig várjuk legközelebb is itt a Kapsz egy fülesben. Marci. Köszönjük, hogy velük voltak ma este. Csók mindenkinek, jó szakát.